A Wikipédiáról szeretnénk most idézni, srácok. A kriptovaluta olyan digitális eszköz, mely csereeszközként vagy manapság fizető eszközként is funkcionál. Kriptográfiát, azaz titkosítást használ a tranzakciók biztonságossága érdekében. Érthető? Remek. Világos? Igen. Oké. Na hát mi nem így fogunk erről beszélni most. Magyarország legforróbb tech bulvár híreivel érkezik Tálas Péter Csongor, Máté Geri és Frigyes. Kapcsoljuk a szegedi Dórofiszt. Éterben a tejútrendszer trendiktáló tech trolljai, az Őrültek. Szevasztok, srácok! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy újabb kriptokülönkiadás, az iCoin.hu-val közös sorozatunk, amely ugye 10 részes, és február 14-én, pont Valentin napon lesz majd a 10. rész, addig is nagyon várjuk természetesen a kérdéseiteket. Természetesen, hogyha valakinek a kriptovaluta fogalmáról lenne kérdés, azt már meg is válaszoltuk itt a Wikipédia segítségével nagyon gyorsan, de az iCoin.hu Facebook oldalán keresitek nyugodtan ezeket a posztokat, az adás posztjait, és az alatt kommentben, ha felteszitek a kérdéseiteket, akkor a 10. adás csak rólatok fog szólni ilyen tekintetben, ahol majd Hajagos Petivel, az iCoin Network társ alapítójával, ügyvezetőjével vesézzük ki ezeket a kérdéseket, vagy hát föltesszük neki mindazt, amit ti kérdeztek, és nagyon fontos, hogy bármi, ami az adásokban elhangzik, az nem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Ami az első fontos kérdésem lenne, Frigyes, mennyire tart a magabiztosságod az ügyben, hogy te mindent tudsz a kriptovilágról? Így 2022-ben boldog. Boldog új évet! Jaj, tényleg! Hát boldog új évet mindenkinek, igen. Bújjék. Bújjék, ahova akar mindenki. De most mi időzavarban vagyunk, ezt mondtuk már, még most 2021 van nálunk, amikor felvesszük, csak ti ezt jövőre halljátok. De jelentkezünk majd normál őrültek adásokkal is, szóval. Igen. Szóval boldog új évet mindenkinek. Mennyire tart a magabiztosságom? Hát nekem volt nyáron egy, nem tudom, jóslatom, na, vagy hát így bedobtam, hogy szerintem évvégére a $100,000 azért azt sugrolni fogja a BTC. Hát ez nem jött be. Hát ez nem. Nem, de a mágikus $69,000 viszont elérte. Ebben az évben, igen, oké. Okay. Az tök jó, meg hát az így előre predesztinál sok mindent. Én most úgy állok hozzá a 2022-es évhez. Mondjuk hozzáteszem, most ezt elmondhatjuk szerintem, december 30-án veszük fel az adást. Tehát van még egy nap, hogy 2021-ben valamit. Oké, okay, igen. Vicceltem. Nem úgy néz ki a piac. Én a 2022-est egy teljesen más stratégiával és teljesen más hozzáállással fogom a kriptopiacon űzni, az én kis... Eladsz mindent, és hátradő az. Nem. Nem, de nagyon-nagyon sok hasznos információ jött már az előző adásokból is nekem, ami plusz volt, és egy picit azért így átformálta az én, nem tudom, gondolkodásomat, úgyhogy aha, a magabiztosság megmarad, csak a stratégia változik. Na, akkor, és mi az, ami változik dióhéjban? Hát ez az... Ezt... beszélni fogok erről, megígérem, a 8.-9. adásban szót fogok, mert addigra már látom, hogy ez így... Ja, de tudja, hogy lesz változás, de hogy micsoda, arról még fogalma sincs. De tudom csak, ja, csak hogy ez működni fog-e, de hogy fogok erről beszélni, ja, nem ilyen ajánlattételszerűen, hanem hogy mit akarok kipróbálni. Jaj. Kipróbálni, és hát portfólióváltoztatás lesz, egy picit más irányba fogom az én portfólióimat eltolni. Jó, majd felvétel után erről dumáljunk már, mert érdekel. Jó, de okay. No, ami nagyon fontos, hogy természetesen Hajagos Petit várjuk még vissza, és egy csomó olyan dologról lesz szó, ami szerintem neked is lehet, hogy újdonság lesz majd, Frigyes, és már azért néhány dolgot itt letisztáztunk. Én ajánlom mindenkinek meleg szívvel az előző részeinket, ahol így megpróbáltuk az alapokat tisztába tenni, hogy én teljesen hülye fejjel, aki ideültem, hogy kriptóról beszélgessünk, én maradok inkább a kérdező szerepben. Szerintem az a tízedes végéig biztosan. Viszont ugye már sokszor beszélgettünk egyéb őrültekes adásainkban valamilyen úton, módon kriptóhoz kapcsolódó témákról. És van egy csávó, akinek a neve szerintem indokatlanul sokszor, vagy hát, hogy kiemelkedően sokszor merült fel kripto témák kapcsán, ő pedig nem más, mint Elon Musk. Ami nekem az egyik legerősebb ilyen emlékem ezzel kapcsolatban,
Ez nem tudom megmondani most így pontosan, hogy mikor volt, ebben te vagy jó, Geri, majd hátha. Lehet. Hogy volt egy olyan pillanat, amikor, és erről készült nálunk is külön fotó, hogy Elon Musk, amit az Őrültek Facebook oldalán készült fotó, Elon Musk a Twitter biójába, ha jól emlékszem, kiírta, hogy Bitcoin. Ennyi. Semmi más hashtag nem csinálta. Bitcoin. Csávó kiírta, hogy hashtag Bitcoin, és onnantól kezdve elszabadult a piac. Gyakorlatilag. Hogy létezik az, akkor most visszalépek megint a kérdező szerepébe, hogy létezik az, hogy egy csávó, akinek tudjuk, hogy azért elég sok felé elér a keze, meg azért elég sok befolyása van így a világkereskedelemre, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, kiír valamit a Twitter biójába, és utána a Bitcoin árfolyam az így elindul az egeknek. Hát én ezt a kérdést onnan közelíteném meg, hogy egy rövid, nagyon rövid hogy volt ott mondanék el az előző részekről, hogy tulajdonképpen, amit elmondtál az elején, az úgy is van a kriptóval kapcsolatban, hogy ez egy csereeszköz, és a befektetési szempontból egy nagyon minimálisan hasonlít a tőzsdéhez. A legnagyobb különbség pedig az, hogy a tőzsdén a különféle dolgokat bizonyos szabályok mentén tudod megvásárolni, vagy esetleg túladni rajta. És vannak olyan helyzetek, mikor emelkedik az árfolyamnak az ingadozása, magyarul a volatilitás iszonyatosan magas, olyankor a tőzsdén bizonyos tranzakciókat lelőnek, vagy pozíciókat likvidálnak, stb. Viszont a kriptónál ilyen szabályok nincsenek. Nincsen a kereskedésnek, a mechanizmusai nincsenek jogilag szabályozva, annak ellenére sem, hogy elég komoly hitelesítések kellenek manapság ahhoz, hogy te egy kriptotőzsdén tudjál kereskedni bitcoinnal, étherrel, stb. És az Elon Musk hatása tulajdonképpen az, hogy kénye kedve szerint tudja bizonyos titkosított, vagy még egyértelműbb tweetekkel befolyásolni a különféle árfolyamokat. Igen, ez a szakmai hozzáállás, és egy picit az emberi hozzáállás szerintem meg az, hogy több összetevős ez, amit Geri mond, hogy nincs jogilag szabályozva a kereskedés, a bitcoin, miközben nagyon sok szabálya van, de magának a tőzsde működése, vagy a magának a kriptotőzsdének a működése nem olyan, mint a normális, hát a részvénytőzsde. Igen, a részvénytőzsdének a működése. Igen. És ez egy nagyon fontos elem. Ugyanis beszéltünk már erről, meg erről a Peti is mondott nagyon sok mindent, hogy ugye alapjáraton itt az, hogy a kriptó, mint olyan fizetőeszközé tud válni, vagy ebben lehet kereskedni, az a bizalom az egyik alapja. Tehát, hogy megbízol abban, hogy ez ér valamit, és nyilván az, hogy mennyit ér, az, hogy mennyi a piaci árfolyama. Ez az egyik. A másik nagyon fontos, amit a minden kriptó token, vagy minden kriptó fizetési eszköz birtokol, hogy hát sehol nem csatlakozik be egy harmadik szereplő. Tehát, hogy a blokklánc az annyira szabaddá teszi az egésznek a működését, és ezt nagyon, szerintem ezt nehéz felfogni, hogy mitől szabad a blokklánc az hogy teszi szabaddá. Ugye benne vagyunk ebben a világban, ahol van a papírpénzed, uh-huh. amit egy bank tól kapsz, az, hogy mennyit ér a pénzed, azt is ilyen bankárok intézgetik, meg minden, a kriptóban ez nincsen. Most nyilván nagyon leegyszerűsítem. Viszont fordított irányba viszont befolyással van, mert az infláció nincsen hatással arra, vagy legalábbis negatív értelemben nincsen hatással arra, mert akár hogyha Törökországnak a példáját nézzük, ahol napról napra ér el a bitcoin árfolyama újabb és újabb rekordot, de az amiatt van, mert az ottani valuta, ami azt hiszem, hogy líra, talán Törökországba, az annyira gyengül folyamatosan, hogy halmozza a bitcoin a rekordokat. Igen, és a másik ugye, hogy a tőzsdén sincs egy ilyen tőzsdei szerv, ami így rátelepszik, aki leveszi ezt a... Tehát, hogy az emberek szabad... Tehát kaptak egy olyan fizetőeszközt, egy olyan értékteremtő, ami ráadásul digitális, tehát itt még aztán ráadásul ez is felfoghatatlan, egy értékteremtő dolgot, most hívjuk ezt így, amivel szabadon lehet, és nincsenek rajta az évtizedeken, évszázadokon keresztül rápakolt ilyen gazdasági, meg mikro-makroökonomiai dolgok rápakolva, miközben az egy csomó szabálya, meg gazdasági szabály, meg ilyen törvényszerűségek azért vonatkoznak rá. Ez az egyik része. És akkor Musk.
a másik része, hát ugye azt tudjuk, hogy Musk a való világ Tony Starkja. ez jó. Jó hasonlat. És ugye ő honnan indult? Azért ezt is nézzük meg, hogy ő nem a Teslával, meg nem a SpaceX-el indult, ő a PayPal-al indult. Igen. Tehát egy fizetési rendszernek a kialaki, ami már a digitális fizetést, és ott is az volt, ugye abba az volt a nagy megújítás ebben, hogy nem kell külön bank, de digitálisan tudsz ide-oda utalgatni pénzt. Tehát, hogy ő nagyon tisztában van szerintem, meg nagyon máshogy gondolkodik a világról, mint hát azért is tartotta, ahol tart. És ő annyira újító, hogy a kriptovilágban is ő az elsők között benne van. Hozzáteszem, a Bitcoin megalkotójának is sokan őt tekintik. Hát ő spekulálják, de te hiszed egyébként? Nem, én, én se tartom reálisnak. Nem tartom, hogy ő hozta volna létre. Elég megnézni, hogy prezentál. Ne gondoljátok már, hogy majd pont ő kitett. Viccelek, nyilván viccelek, de nem. Én nem tudom elképzelni a figuráról. Aztán ki tudja, hogy ebből mi valós és mi nem. Például ahogy, az nem tudom megvan-e, hogy mennyire... Az a baj, nem jut eszembe más szó a prezentációjának a módjáról, és ahogy ő beszél, és most nem az, amit mond, hanem csak az előadás módja olyan butácska. Igen. Vagy olyan fura. Hát nem egy nem ilyen. Biztos, hogy ez a jó szó rá, nem tudom megfogalmazni jól, de hogy olyan... Igen. Nem ezt tudnám elképzelni. Na, róla. De hogy ettől függetlenül ő nagyon tisztában van, és ő avval a forral indul így a nagy átlaggal szemben, hogy ő tisztában van ennek a dolognak a működésével, már az első tehát ő ugye ez a első beszálló, vagy vannak ilyen vásárló típusok, akik már a legelején beleszállnak, és a újdonságot kell. Na, ő ott van valahol, tehát ő ebbe a csoport, tehát ő csak az újat, meg minden, és nyilván hát a határokat is feszegeti, mert miért ne? És ha már digitális világ, akkor digitálisan feszegeti a határokat, és tök érdekes az, hogy amikor ezt először megcsinálta, akkor az egy, tehát hogy az, hogy a biójába kiírta, hogy Bitcoin, azt ő látta, hogy ez milyen hatással van, és utána nagyon már a Bitcoinnal nem is foglalkozott, hanem elkezdett rámenni az ilyen altcoinokra, úgynevezett shitcoinokra, mint például a Shibára ment rá. Dogecoin, meg az a főleg Dogecoinra, ugye, amik meg ilyen a Cam Rocket. Mémekből lekonvertált kriptovaluták, amiknek nagyon ilyen háttér tartalma nincsen. Uh-huh. Nincs egy ilyen jól megfogalmaz, tehát hogy ez tulajdonképpen miért jött létre, ez arra jött létre, mert poén. És létjött, és működik, mert hogy a bizalom, ugye amiről sokat beszélünk, az embereknek van bizalma felé, és mi adhatna egy nagy bizalmat, hogyha a világ egyik vezető tech gurúja azt mondja, hogy hát ez amúgy egy király dolog. Ez olyan, mint amikor, hogy mondjam, van egy tök átlagos tárgy, majd, ami nem ér semmit, vagy nem tudom, majd a neked egy ilyen, nem tudom, rajongásig szeretett embere elkezdi azt használni. Hát nálad is megfogja, ja, hogy amúgy ez így jó. Ugyanezt csinálja a Musk is, és ugye az az érdekes, hogy ő ebben játszik is nagyon szépen, és befolyásolja a piacot, és olvastam több cikket erről, hogy nyilván itt a spekuláció, a sortolás, ami ugye a rendes tőzsdei piacon is megvan, és azt feltételezték, hogy a kriptopiacon ez nem tud meglenni, ezt Musk bebizonyította, és ugye most már ott tartunk, hogy országok gazdaságai is tudják mozgatni a piacnak a működését, de nem gazdasági döntésekkel, hanem mondjuk olyan döntésekkel, hogy megtiltják azt, hogy bányászni lehessen otthon, és hasonló. Hát. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, de nagyon izgalmas világ, mert olyan, és utána befejezem, és átadom a szót. Ne, mondd. Tehát, hogy olyan reputációs dolgok, és olyan visszacsatolások jönnek, amit eddig mint pénzügyi világban nem tapasztaltunk. Tehát, hogy olyan dolgoktól változik a piaci értéke egy dolognak, ami eddig nem volt ennyire egyértelmű, hogy mit tudom én, egy Apple részvény attól essen le, mert valaki kiírt, vagy attól menjen fel, mert valaki kiírt a biójába, hogy fan Apple, vagy nem, tehát érted, bármi. Itt meg létezik ez a dolog, szóval, hogy
hogy egyre jobban belásod magad a kriptovilágba, egy olyan világba csöppensz, ami totál más, mint így a megszokott, vagy hát, hogy mondjam, és ezért izgalmas így egyre jobban belásni magad. Ez azért is van így, mert ez egy peer-to-peer önszerveződő dolog igazából, és nincsenek olyan harmadik felek, mint ha egy ilyen központi intézményt képzelünk el, mint például egy jegybank, ami meghatározza, hogy egy adott eszköznek annak X dollár az értéke. Hanem itt a piac az, ami beárazza az egészet, és a szellemiség, vagy az étosza ennek az egésznek az, hogy mindenki egyenlő erővel bír a blokkláncon, viszont pont ezzel ellentétes információt láttam tegnap, mert láttam egy táblázatot arról, hogy a kiskereskedelmi befektetők, mint amilyenek mi is vagyunk, vagy legalábbis gondolom, hogy mi mindhárman azok vagyunk. Nem vagyunk nagy bálnák. Nem mondanám különösen. hogy a kiskereskedelmi befektetőktől érkező pénz a kriptopiacokra, az hát valami hihetetlen alacsony szinten van. Tehát a nagy tavaszi bitcoin 60 ezres fölfutás óta, azóta csak a bálnák határozzák meg az árfolyamokat. Azon múlik, hogy ők mennyit likvidálnak, vagy mennyi pénzt tesznek bele. Szóval nagyon pici halak vagyunk, és ilyen szempontból viszont nem tudja garantálni azt az egyenlőséget, igen, ami az étosz, amit az étosz diktál. Igen, egyébként. De ez ugye, ha most ilyen, és szerintem utána egy picit evezzünk lágyabb vizekre, de hogy még egy kicsit így a társadalmi vagy gazdasági szempontból megvizsgáljuk ezt, azért a kapitalizmus, mert hogy ez ugye... Hát ez kőkeményen kapitalista. Sőt, ez már ilyen neo, vagy tovább... Digitális kapitalizmusnak ez, hogy mondjam, a velejárója, mindenki egyenlően indul az elején, de aztán lesznek nagy halak, akik ügyesebben csinálják a dolgaikat, akik utána be tudják folyásolni, ilyen szép magyarosan, a dolgokat. De hogy közben még mindig megvan az, hogy belőlünk is lehet akár nagy hal. Ha ügyesen csináljuk, és benne vagyunk, és követjük a... Csak ez az kell, hogy tényleg egyszer elindulunk, és egyszer ott vagyunk mindannyian. Hát ez most már egyre nehezebb, csak meg igen, egyre, igen. Egyre érdekesebb. Csak az angol erre azt mondja, hogy a bálnánál van a smart money, amivel meg te leköveted, az a dumb money, ilyen értelemben, tehát amire te lekövetnéd, hogy mit kéne csinálni, addigra már teljesen mindegy, mert addigra már eltelt az az időablak, amiben még be tudtál volna szállni. Oké, erre megint van egy válaszom, hogy a kriptotőzsde, meg a kriptokereskedésnek az a, egy, szerintem így a legcsodálatosabb dolga, hogy ez egy digitális dolog, rengeteg fórum, rengeteg TikTok csatorna, aha, rengeteg YouTube csatorna szól arról, hogy azt mondja, hogy csá, amúgy ezt így kell csinálni, gyerek, ez lesz majd a jó, erre figyelj oda. Tehát, hogy ez a közösség, a digitális közösségalkotás, az itt megvan. A tőzsdéről mikor láttál ilyet? Ott tudtad, hogy ott vannak a Wall Street-on az öltönyös csávok, akik nem adják ki a dolgokat, és itt meg elérhető az információ, és mindenki elmondja a saját maga dolgait. Tehát, hogy ez egy olyan, szerintem egy szebb, attól függetlenül, hogy igen, hogy vannak a bálnák, meg minden, de egy szebb világ, mert egyre transzparensebb minden. Maga a blokklánc is transzparens, innen indul. És közben meg mennyire furcsa sztorik jönnek ki pont abból, hogy ameddig viszont ez nem, vagy hát megvolt, de nem volt az, hogy te utána tudj nézni, hogy nem volt ilyen mennyiségű tartalom, amivel tudj tájékozódni, stb. Addig meg az emberek nagy többsége nem feltétlenül értékelt ezt úgy, ahogy kell, vagy nem gondolta volna, nagyon sokan vannak, és ebből rengeteg sztori van, hogy nem gondolták volna, hogy ez hová fog kifutni. Nyilván például a pizzavásárlásos sztori, amiről már beszéltünk ugye az egyik előző adásban, is hasonló, és hát remek hasonló történetek van, nekünk remek, mert mi jót szórakozhatunk rajta, de közben meg ilyen... Na, tehát, hogy... Nem lennénk a helyükben ezeknek, igen, az embereknek. Igen, ez a jó kifejezés. Például én nekem az egyik ilyen kedvenc képen, meg nagyon sokféle ilyen terjeng a neten, hogy korábban ilyen informatika versenyeken, a plakátokon volt egy csomó helyen kiírva, tudod, hogy mit én. Az első díjazott ennyi pénzt kap, több, mint $100,000, a második ennyit, a harmadik, és akkor mit én, ötödik, hatodik helyezett
25 meg 10 bitcoin. Ami akkor, valószínűleg a legtöbben azt gondolták, hogy na, jó, hát kösz, király. Kaptam pár bitcoin. Kaptam pár bitcoin, mit csinálják vele? Most meg? Most meg ugye... mi a helyzet vele? Nem tudom, most így december 30-án mindjárt... 46 000 valahány száz igen. dollárt ér. Egy darab bitcoin. Igen, tehát félelmetes. Igen. És ez egyébként meggyőző erővel bír, mert lehet legyinteni, hogy jaj, hát ez egy semmi, ez egy humbug, de itt egy 21 milliós készletű eszközről van szó, aminek darabja 46 000 vagy 700 dollárba kerül. Tehát, hogy ez a bizalomfaktorhoz rengeteget hozzá tud adni, hogyha retro perspektíven nézzük a dolgokat. Mert volt olyan időszak, amikor mondjuk egy bitcoinért ilyen 6 centet, 8 centet, egy dollárt, 6 dollárt, aztán hirtelen 2017-ben meg már ilyen 17 000 dollárra fölkúszott az árfolyama. Tehát, hogy ez egy olyan lift, ami már elindult fölfelé, és az összes többi kriptóra terjeszti ki azt, hogy akkor megkérdezzük magunktól, hogy akkor most hanyadik emeleten vagyunk? Hogy a földszinten járunk, vagy már indulunk fölfelé? Amúgy tök vicces, hogy a popkultúrába is hogyan szivárgott be ez a fajta gondolkodás, hogy húha, erre lehet, hogy egy kicsit oda kéne figyelni, hogy mi történik. Én amikor legelőször találkoztam ezzel, nem tudom, hogy lehet, hogy ti utáljátok pont, és rossz helyen sütöm. Az agymenők, persze, hogy az agymenők, természetesen. Tudtam. Az nem tudom, megvan-e, ott is nyilván az volt a sztori, hogy nem tudom, mikor bányáztak bitcoint, mert akkor még talán Sheldon gondolta azt, hogy hát ebben lehet valami izgi, de ott is azért bányázták ki, mert ez izgi, mert ők ilyen kockacsávók, és nekik ez öröm volt, és pont, vége. Majd néhány évvel később, mikor már az volt, hogy húha, ez most már sok pénzt érhet, akkor mentek utána, hogy úristen, akkor most ez hogy csináltuk, hol van az a laptop, most akkor mi van a bitcoinnál, meg hova raktuk azt, meg mit? Szóval... És ez a sorozatban megtörtént, de ez a való életben is. És nagyon sok embernél, persze. Ugye megtörtént, van az egyik leghíresebb, vagy elhíresült, hogy egy amerikai informatikus, mit tudom, 65 000 bitcoinnal rendelkezett, régen. 65 000 bitcoin. Igen. És, de mit tudom, 10 évvel ezelőtt, vagy így az elsők között volt, és utána a merevlemezt, vagy amint tárolta ennek az adatait, azt az kidobta, vagy nem tudom, mi történt. És utána évekig nem tudom pontosan, hogy vagy Kaliforniában, vagy nem tudom, Floridában, vagy valahol, évekig jártak a helyi személytelepeket, és túrta föl, és hát ugye ott nem arról, hogy van 3 kupac, azt csókolom, hanem ott hatalmas nagy ilyen személytelepek vannak, és túrta föl, hogy megtalálja ezt a merevlemezt, és még egy kicsit visszacsatolva ez, amit Geri mondott, hogy ugye a mai napig még mindig megfoghatatlan ez a dolog, és hogy az, hogy ennyi pénz van benne valahol, de oké, sokan azt kérdezhetik, de jó, de hát, hogy ez a pénz, ez hol van, meg én ebben mit tudok csinálni? Most tartunk ott, így a folyamatban, hogy most terjed el annak a hogy most terjed el az a része, nem tudom, így a harmadik fejezetnél tartunk kb., hogy akkor most elkezdi mindenki megismerni ennek a működési rendszerét. És ahogy megismerte, a következő lépés az, hogy jó, akkor kezdjük egymás között használni. Mint a rendes pénzt. Tehát, hogy előbb ismerje meg mindenki, és ismerje meg a rendszer. Persze, lehet egy-két dolgot már bitcoinért venni, vagy kriptoért, de azért még ez nem el. Tehát még a boltban nem tudsz almát venni, vagy kenyeret érte. Bocsánat, csak egy másodpercre visszacsatolnak itt az előbbi 65 000-re, közben kikerestem, hogy dollárban 65 000 bitcoin jelenleg több, mint 3 milliárd dollár. Igen. Felfoghatatlan. Hát nem is véletlen, hogy túrja a szemetet a sávon, érte? Én is túrnám, már ne arra hát igen. És hogy annyi sok lehetőség van benne, és amikor már ez így mindenki számára elérhető lesz, persze most is mindenki számára elérhető, csak közben még a rendszer még nagyon sokak számára ismeretlen, de ahogy mindenkinek van felé bizalma,
Tehát azt mondja a boltos, a kis közértes, hogy hát, hogy miért ne lehetne nálam venni. Nyilván... És van olyan ország, ahol viszont ez már létező dolog, ugye El Salvadorban a bitcoin az hivatalos fizetőeszköz. Igen. És ha ez majd mind... Szerintem nagyon sokat nem kell várni azért arra, igen, azt azért hozzáteszem, hogy ahogy ez így elfogadottabbá kezd válni, ott azért a szabályozások szerintem így... Tehát nyilván megpróbálják valahogy kordába tartani, meg a volatilitásra szerintem egy picit vissza fog esni. Ez most egy hatalmas, nagyobb terjedelmű párbeszédet indít el szerintem. Nem is akarok belemenni. Mert a kérdés az az, hogy, és már ez hardcore-abb téma, hogy a bitcoin mennyire alkalmas arra, hogy te fizessél vele. Hát igen. Alkalmas egyáltalán, tehát hogy fizető eszközként kell működnie, vagy... Egy olyan digitális lenyomatnak, ami... Egy digitális arany tulajdonképpen. Tehát, hogy vagy a rendszert felállító, vagy biztosító, nem tudom, rendszernek. Most uh-huh, értem. Tehát nagyon sok izgalmas dolog van ebbe, de nyilván ez így a hétköznapi embernek így a mindennapjait még most azért kevésbé befolyásolja, de vannak ilyen történetek, hogy Musk bácsi rányom egyet a Twitterre, és felborul a kriptopiac. Akár, hogy az én coinjaimat soha nem reklámozza sehol. Úgyhogy... Na, ez ami viszont... Emiatt utálom csak. Ami viszont fontos, hogy egyrészt most itt sokféleképpen szóba kerültek a kriptótárcák, vagy egyáltalán, hogy ezt hogy tároljuk, hogy ez most fizikailag meg tud-e valahogy jelenni, vagy nem, vagy ez mind a következő adásunk témája. Újra hívjuk majd a Jagos Petit, és hát kifaggatjuk arra, hogy ez pontosan hogyan néz ki, meg néhány olyan szakifejezést még próbálunk itt megfejteni, vagy hozni, ami ilyen kvázi, nem tudom, értelmező kéziszótár lehet majd. Viszont mi most... És nagyon-nagyon-nagyon szuper vagy, hogyha eddig meghallgattad ezt az adást, drága hallgatónk. Szeretnénk kisorsolni egy bitcoint. Nagyon-nagyon nagy kamu ez, nem kell elhinni azonnal mindent, amit mondok. Egy bitcoin érmét. Tehát egy értéke nincs, vagy hát van értéke, de eszmei értéke van, maradjunk ennyiben. Egy olyan érmét szeretnénk kisorsolni, ami egy dísztárgy. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy kriptovalutában kifejezve nem sok értéke van. Viszont egy valós bitcoin érme, és szerintem marha jól néz ki amúgy. Azt hiszem, tavaly pont karácsonyra kaptatok ilyet tőlem? Mm, igen, igen, igen. És na, egy ilyet szeretném most kisorsolni köztetek, úgyhogy egy nyereményjáték. Azért van értéke, én azt a mai napig a pénztárcámba tartom. Én is ott tartom. Én nekem otthon van, becsben tartva. És hát nem azt mondom, hogy teri lett a pénztárcám, de azért úgy mindig úgy ott van a kis, hogy oké, most kivettem 500 forintot, de azért nézzek rá. Tehát, hogy így emlékeztető. De egy bitcoin ott van. Igen, szóval a lényeg az, hogy egy ilyen érmét tudtok megnyerni tőlünk. A feladat pedig nem lesz túlságosan bonyolult. Az első feladat, hogy megkeresd az iCoin.hu Facebook oldalát. Kikeresni a Facebook oldalukon azt a posztot, amelyben ugye ez az adás jelenik meg, tehát január 3-án jelenik meg ez az adásunk, és az adás alá kommentben írd be, hogy amikor éppen kommentelsz, mennyi egy bitcoin értéke, USA dollárban kifejezve. Igen. Jó? Tehát ez a feladat... Ez két ablakot is meg kell nyitni, tehát nehéz a feladat, egy Facebook oldalt, vagy egy Facebook ablakot, meg egy Google-t is. Meg egy Google keresést. Így van. Jó, tehát az iCoin.hu, még egyszer csak, hogy tiszta legyen, az iCoin.hu Facebook oldalán kell kikeresni ezt a január 3-i posztot az adással kapcsolatban, és alá bekommentelni, hogy amikor épp kommentelsz, mennyi egy bitcoin USA dollárban kifejezve, természetesen sorsolunk majd, és akkor egy valakinek megküldünk egy ilyen frankó kis bitcoin érmét. Ne lepődjetek meg, hogyha nem lesznek ugyanolyan válaszok. Ja. Nincs helyes válasz. Sőt. Minden válasz helyes. Hát majdnem. Mondjuk, hát vissza tudjuk keresni, de hát lényeg az, hogy... Tehát, hogy itt most nem azt kell mondani, hogy na, én tudtam jobban, mert akkor... Nem, mi percenként változik, vagy másodpercenként változik az egész. Sorsolás alapján fog eldőlni, hogy ki fogja megnyerni ezt az érmét. Várjuk tehát nagyon a kommenteket, illetve ugye kérdezhettek is a komment mezőben, mert hogy természetesen majd az utolsó adásunkban, a 10-ben, február 14-én Hajagos Petinek, az iCoin Network társ alapítójának, ügyvezetőjének minden kérdést felteszünk, amit ti kérdezhetek, és csak hogy
teljesen tiszta legyen a történet, nagyon fontos, hogy bármi, ami elhangzik az adásainkban, az nem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Jövő héten viszont újra találkozunk, és újra ugyanígy hétfőn 6 órától érkezik majd egy kripto különkiadás, akkor már a kriptotárcák rejtelmeibe próbálunk belelesni. Nagyon-nagyon köszi, hogy itt vagytok velünk. Még egyszer boldog új évet mindenkinek, és maradjatok velünk őrültek, ha csak Frigyes meg nem fullad. Bocsánat. Boldog új évet. Bujék. Sziasztok. Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövesd Magyarország legforróbb tech bulvár műsorát Facebookon, Instán és YouTube-on is. Az őrültek főhadiszállását a Szegedi Dórofiszban rendezte be.